Tegnap folytatódtak az egészségügyi ágazati tárgyalások az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkársága és az ágazati reprezentatív szakszervezetek között. Erről fogom kérdezni következő vendégemet, Cser Ágnest. A reprezentatív szervezetek, akiknek tényleg jelentős tagsága van, ők a tárgyalóasztalnál folyamatosan haladnak, nyilván ezek elég hosszú, meg idegörlő tárgyalások, de születnek az eredmények, mert ma a magyar gazdaságnak a teljesítményéből már lehet béremeléseket végrehajtani. A kisebb szervezetek, akik nem reprezentatívak, azok közül van, aki ugye, akár még tüntetést is hirdet, de itt is volt, amikor többen voltak mentős, az egyik mentős szervezettel együtt, most már ők lecsatlakoztak a kezdeményezésekből. Választások előtt két héttel egy kisebb szervezet, amikor ilyet szervez, kiírták a plakátjukra, hogy politikamentesnek próbálják ezt beállítani. Talán azt hiszem, hogy a választások előtt két héttel lesz nehezebb elérni, mint a választások után két héttel. Mindenkinek az érdekeit igyekszünk figyelembe venni természetesen ezeket a tárgyalásokon. A szakszervezetek ezt alkalomra, hónapra el is mondják, de fontos, hogy a reprezentatív szervezetek vannak a tárgyalóasztalnál, és a kisebb, a reprezentatívak tagságának a töredékével rendelkezők pedig azok, akik időről időre megpendítik a tüntetéseknek a lehetőségét. Cser Ágnes, az EDDS elnökét köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, MS, magyarországi MS. Munkavállalók, szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók szakszervezete. Ez azért fontos, hogy széles körben képviseljük a munkavállalókat, csak ez most egy kiemelt sorozat. Definiáljuk ezt a találkozót, ez egyeztetés volt, sztrájk tárgyalás. Négy szocialista kormánnyal nem tudtunk sztrájk tárgyalást elérni 2004 és 2010 között. Ezért mondom azt, hogy az ellenzéki pártok, amelyek akkor már léteztek, erkölcstelenül nyilatkoznak ma, nem csak az egészségügyi dolgozók, tehát az egészségügyi ágazati munkavállalók, hanem az egészségügyet érintő kérdésekben egyáltalán, mert nemhogy nem tárgyaltak, hanem olyan privatizációs és egyéb kártékony intézkedést hoztak, amiből nagyon nehéz volt visszajönni 2010-től. 15-ben kezdtük meg, 14-ben az egészségügyi ágazatban a sztrájk tárgyalást, a 14-es kormányváltás után is folytattuk. Tehát két reprezentatív szakszervezet van az ágazatban, a mentődolgozók önálló szakszervezete Toma Lajos vezetésével, és az MSZDTS. És amit kiemelnék, hogy 15-ben stratégiai megállapodást kötöttünk a három köztestülettel, az orvosi kamarával, a gyógyszerészivel és a szakdolgozói kamarával, és ez az, amit nem tudnak megbocsájtani például azok, akik holnapra úgynevezett tüntetést szerveznek az egészségügyi ágazati munkavállalókért, nem kellene, hanem köszönetet kellene nekik mondani, azoknak a dolgozóknak, akik az ágazati munkabékét tartják, és bíznak ebben a sztrájk tárgyalás sorozatban, mert olyat értünk el, amit 26 év alatt senki nem ért el ebben az országban, egy olyan bérfelzárkóztatási megállapodást, ami zajlik jelenleg is. Világos, de mondjuk egy párhuzamosan zajló tüntetés akár erősítheti is az önök érveit, akik a tárgyalóasztalnál ülnek, nem? Nagyon szépen köszönöm ezt a szellemes kérdést, mert ez egy nem a folyamatban levő számára, ez egy teljesen kézenfekvő kérdés, csak nincs mit erősíteni, mert a kormány kész a tárgyalásra egyrészt, másrészt éppen a stratégiai megállapodás miatt olyan komoly szakmai támogatást kapunk a sztrájk követeléseink teljesítéséhez a kamaráktól, ami azt mutatja, hogy a legapró részletekre kiterjedően is érdemben tárgyalunk. Itt pontosan arról van szó, hogy támadják azt a megállapodást, és elhoztam a kollektív szerződést, tehát olyan eredményeket értünk el, amit a közszférában egyetlen egy szakszervezet nem ért el, hogy törvényt módosított értünk az ágazati munkavállalókért az országgyűlés, hogy létrehozhassuk az úgynevezett több munkáltatós kollektív szerződést. Mondok egy példát, amiről már régen volt szó, hogy a munkatörvénykönyve 6 hónapban ismeri el a munkaidőkeretet, ami azt jelenti, hogy a munkavállalónak 6 hónap végén kell az elszámolást megkapni. Mi ezt levittük 3 hónapra, de valamit akart kérdezni. Elnézést. Igen, azt említette, hogy az ellenzéki pártok részéről számos kritika éri magát a tárgyalási folyamatot is, és az során elért eredményeket, illetve az államtitkárság vagy a minisztérium által módosított törvényeket. Kik azok, akik mégis a tüntetés hátterében állnak, és ezt szervezik, és maga a tüntetés akkor, hogyha nem erősíti az önök érveit, akkor veszélyezteti-e a tárgyalási folyamatot? Nem, hanem megtévesztik elsősorban a közvéleményt.
Másodszorban az egészségügyi ágazatban foglalkoztatott munkavállalókat, mert miközben 4 lépcsős szakdolgozói bérmegállapodás indult 16. szeptember 1-től, az orvosok 2 lépcsőben 207.000 forintot kaptak. Most az alapellátási munkavállalókra szeretnénk kiterjesztetni azt a szakdolgozói bértáblát. Elhoztam a szakdolgozói kamarának a felmérését, hogy érdemben nyilatkoztak az alapellátásban dolgozók, hogy ők is azt az ócska bértáblát szeretnék megkapni, amit keveselnek a holnapi tüntetést szervezők. A gazdasági műszaki területen foglalkoztatottak érdekében is érdemben tárgyalunk. Most Balogh miniszter úr bejelentését várjuk, hiszen ő is elismeri, hogy a védőnők nélkül nincsen népegészségügyi program. Hogy azok viszont, akik a tüntetést szervezik, valótlanságokat állítanak. Kollégám Toma Lajos kigyűjtötte, hogy hogyan alakult a bérfejlesztés alapján a nettó kereset növekedés. Hát egy több mint 30%-os nettó kereset növekedést értünk el a másfél éves bérfelzárkóztatási programmal, és folytatjuk, hogy elérjük az EU átlagkereset 75%-át. Tehát ellenünk dolgoznak, mi meg azt mondjuk, hogy kár, inkább csatlakoztak volna 15-ben hozzánk. Ugye azt mondta, hogy várják a miniszter úr válasz. Hát milyen érzésekkel állt fel a tárgyalóasztaltól, vagy mik a kilátások? Egy tárgyalásban nincsenek érzések, hanem kötelességek vannak. Mi követelünk, tudjuk, hogy a nemzetgazdaság teljesítményétől függ, de azt is tudjuk, hogy eddig ez a kormány, amit köszönünk, abszolút korrekten tárgyalt, és amit vállalt, teljesítette. Külön köszönet az orvosoknak, hogy 18-ban most tudomásul vették, hogy a szakdolgozóknak kell előrehozni a bérfejlesztést januárra. Tehát egy olyan együttműködés alakult ki, ami példaértékű, ahogy mondta Éger István, hogy példás ez az együttműködés, ami kifogásolni való, hogy először fordul elő a magyar szakszervezeti mozgalomban, hogy a idézőjelben ellen szakszervezet egyike még politikai pártot is létrehozott. Na most ez az, amikor mi azt mondjuk, hogy mikor nagybetűkkel kiírják egy tüntetésre, hogy ez politika és párt politika mentes, akkor oda nem kéne elmenni, hanem segíteni kellene abban, hogy ezeket a kézzelfogható eredményeket valóban együtt és közösen el tudjuk érni. Említett, hogy a gazdaság teljesítő képességétől teszik függővé azt, hogy milyen mértékben tudnak együttműködni, vagy eleget tenni azt a szakszervezetek, vagy a kormány. Így van. De ez most például mekkora kormányzati kiadást jelenten, hogyha kiterjesztenék az alapellátásban dolgozók? Az államtitkárság számítása szerint, hogyha egész évre vetítjük, ez több mint 7 milliárd forintot jelentene. Mi azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy ennyibe kerülne, plusz ott van még a több mint 1000, aki nem a védőnőket. A védőnők egy speciális finanszírozásban vannak, ezért kell másképp számolni, de mindenképpen követeljük, hogy ugyanazt megkapják. Ez egy alapkérdés számunkra. Mi azt mondjuk, hogy ezt még a láda fiából a Balogh miniszter úrnak elő kell húzni a kormányzat részéről, mert akkor éreznénk azt, hogy igen, akkor egy igazságossági folyamat elindult, és ugyanez vonatkozik, hogy a gazdasági műszaki területen foglalkoztatottakat sem szabad otthagynunk, és akkor az egészségügyi ágazatban elindulnánk a gödörből, a 14. helyről föltornáztuk magunkat, de hát mi 2000-ben az első 3 hely közé szerettünk volna felkerülni a nemzetgazdaságban. Tehát van mit tenni, nem tüntetni kell, hanem tárgyalni és drukkolni nekünk, hogy nagyobb eredményt érjünk el, és mi ebben bízunk. Meddig adtak határidőt a kormányzatnak? Köszönöm a kérdését, mi sztrájk tárgyalás sorozatban vagyunk. Egy országban egyetlen egy ágazat egy nap alatt nem hozhat el mindent. Mi úgy fogalmaztuk meg a stratégiai partnereinkkel együtt, hogy fenntartjuk a követeléseinket és folytatjuk a sztrájk tárgyalássorozatot. Pontosan tudjuk, hogy és üdvözöljük az orvosi kamarának azt a célkitűzését, hogy a következő kormányzati ciklusban szeretnénk elérni a paraszolvencia kivezetését. Tehát mi úgy véljük, hogy a következő kormányzati ciklusban fogjuk elérni az EU átlag 75%-át. Miért fontos, hogy miért szorgalmazzák ugye a gazdasági, műszaki, ügyviteli és fizikai területen dolgozóknak is a béremelést? Tehát milyen helyzetben vannak most ők? Ha nem mondanám ki, hogy a magyar közszolgáltatásban a közalkalmazotti bértábla lényegesen rosszabb helyzetben van, mint amit elértünk, hogy lett külön szakdolgozói és orvosi bértábla, akkor nem lennék tisztességes. Meg kell említenem, hogy a szociális ágazatban is rendkívül komoly bérfejlesztésre van szükség. De az elképzelhetetlen, és itt a betegjogokra helyezném a hangsúlyt, hogy egy műtő ne legyen steril, hogy ne legyen tisztaság a kórházban, hogy ne hidegen kapják az ebédet, hogy a kórtermekben rend legyen,
és most ugrok egyet. Ugyanígy szükség van a fizikusra, az informatikusra, a közgazdászra. Tehát az egészségügy egy olyan komplex szolgáltatás, ahol elképzelhetetlen az egymásra utaltság, az egymás segítése, és az elfogadhatatlan, és ez egy, mint a privatizációs mögöttes szándékok miatt alakult ki, hogy lenyomják szakképzetlenekre és alacsony fizetésűekre, mert a háttérszemélyzetet és a háttérszolgáltatásokat, mert akkor azt így könnyebb kivinni, és ez egy nagyon nagy lépés volt az előző Orbán kormányzat idején, hogy visszahoztak több mint 28 intézményt, tehát helyre tették az egészségügyben a szolgáltatásnak a jogállását, és most helyre kell tenni a szolgáltatásban közreműködők keresetét, hiszen az épület kubatúra beruházások nagy részén túl vagyunk. Mikor folytatódnak a tárgyalások? Köszönöm, hogy megkérdezte. Sikerült kiverni, hogy az asztalt verve, hogy 27-én, mert nem engedünk, nem a 48-ból, hanem az alapellátásból és a gazdasági műszakiakból. Elnök asszony, köszönöm, hogy itt van. Én köszönöm.